Köszönöm, hogy az oktatási reformoknak hála a gyerekeimet a szomszéd városba hordhatom iskolába. Így számunkra minden nap egy nagy kirándulás. Köszönöm a rezsicsökkentést, így a fennmaradó összeget legalább költhetem babysitterre, aki vigyáz a gyerekeimre, amíg én túlórázom. Köszönöm, hogy végre igazán tudom értékelni a párommal töltött időt, mivel a túlóráim miatt alig van itthon. Sokkal boldogabbak vagyunk miatt, ha nincs időnk veszekedni sem. Köszönjük, hogy egy edextrának köszönhetően nők százai kerültek gazdasági függésbe, de legalább a principiumokat kiteljesíthetik. Köszönöm, hogy idén is rengeteg jó magyar szakmunkást inspirált a hosszú távú külföldi tapasztalatszerzésre. Folyton változó világunkban fontos számunkra egy fix pont. Ilyen a 10 éve változatlan családi pótlék. Köszönjük! Köszönöm a miniszterelnökünknek, hogy példát mutat, hogyan neveljünk úgy gyereket, hogy megálljon a saját lábán. Köszönjük, hogy gyermekeink mellett a kórházban a földön feketünk. Ez jót tesz a gerincnek. Bevezethetnék a kórházban fekvő beteg gyermekeknél is, így edzettebben kerülnek majd az utcára. Köszönöm, hogy egységesítik a médiát. A sok különböző vélemény úgyis mindenkit csak összezavar. Köszönöm, hogy a gyerekeimnek nem kell megerőltetniük az agyukat gondolkodással. Elég, ha azt csinálják, amit mondanak nekik. Köszönöm a kormánynak, hogy ebben én is példát mutathatok nekik. Köszönöm, hogy ilyen mértékű családi, baráti összefogásra képesek a fideszesek nap, mint nap. És ezzel jó példával járnak mindnyájunk előtt. Köszönöm, hogy fiatal anyaként ilyen izgalmas az életem. A jövőm és a jelenem is bizonytalan. Hálás vagyok, hogy a családok éve végre eldöbbentett. Tényleg a család a legfontosabb. Az önöket. Köszönöm, hogy a kórházba megyek, vihetek magammal WC-papírt, gyógyszert, és akár felmosóvödröt is, így én is úgy érzem, hogy hozzájárulok a gyógyuláshoz. Köszönjük, hogy családostól felszállhatunk a kisvasútra, de most már leszállnánk, jó?